Üdv emberek, itt vagyunk újra, My Summer Car, éljen! Na, szitu az, hogy most az eddigiekkel ellentétben vannak konkrét elképzelésünk a legelejétől kezdve, szóval most... Várj, nem az a betűvel kell... Oké. Szóval most nem fogom húzni az időt semmi mással, hanem kapásból elindulunk és csináljuk a dolgokat, ahogy elterveztük. Mennyi az idő? 10 óra, tökéletes, hétfő van, tökéletes. Akkor most nem szabatom meg magam. Ki van menve valamelyik? Az nem tudom, melyik azt nem mond a hűtő amúgy. Úgy nem szórakozok ilyenekkel, mint a múltkor akartam, hogy ugye nem kell a konyha, meg ilyenek. Most minden kell, és minden lesz, és mindent csinálunk, és mindent használunk. Aha, így hagytuk itt a helyet. Nem teljesen így emlékszek. Hát, ha bár de már odébb toltam a kocsit, hogy ne menjünk neki ezért, oké. Minden úgy van, ahogy volt. Szerszámos készletet azt igazából magammal vihetem, tehát... vihetném, hogyha tudnám, hogy hol van. Ebben a kocsiban nincs, akkor valószínűleg a másik járgányba lett hagyva. Ja igen, mert ezzel el akartam menni a városba először, benziné, meg ilyeneké. Jó, hát ezt most akkor átvarjálom, és... mert nincsen tele véletlen ez a kanna amúgy. Hát nincs. Probléma azzal, hogy ezek nem lesznek feltöltve, mert ezek igenis fontos dolgok, hogy fel legyenek töltve. Csak legutóbb ugye mások voltak a kilátások, aztán jó meg is szoptam vele a fasz, szóval most csinálunk mindent úgy, ahogy ezt eredetileg elrendelte a jó Isten. Nem tudom, hogy hol a szerszámos készlet. Beszarok amúgy ezen. Hogy lehet azt, hogy ezt mindig elhagyom? Egyelőre csak oda mennyi égni. Jó, megnézem még egyszer ide bent. Ha nincs ide bent, akkor valamelyik autóba kell lennie. Van egy tippem, hogy ha nincsen az autóba benne. Ebben biztos nincs, mert ezen nagyon rég nem mentem sehol. Ebbe a traktorba lehetne? Nem lehet a traktorba, miért lenne ott? Igen, erről jut eszembe, hogy a Digging Bart is figyelni kell majd, ahogy megyünk az úton, hogy nem-e. Meglátjuk valahol, akkor ezt össze kell szedni. Jó, akkor én szerintem tudom, hogy hol van egy... Még egy kiú? Még egy kiú, baszki? Múltkor eladtuk az összes kiút, nem is emlékszek amúgy. Gondolom, mert hogy akkor, hogyha nem adtuk volna el, akkor itt lennének. Na, nem tudom, hogy hol az erszámos készlet. Akkor csak azt fogom tudni csinálni, hogy megnézem ott, ahol meghaltunk. Itt van valahol az oszlop, ahol meghaltam. Annál kéne legyen, hogyha itt van egyáltalán, meg nem itt van, akkor szopás az egész. Nem tudom, ti is azt látjátok, amit én, de itt nincsen szerszámos készlet. Az jó Isten áldott nagy véreres faszát, azt bazd meg. Hol van a szerszámos készletem? Csak az egy probléma, mert amúgy anélkül pont ami van tervem, azt nem is tudjuk elkezdeni. Mert hogy ugye be kéne rakni az akkumulátort, hogy elinduljon az autó. Amit kicsit nehéz csavarkulcsok nélkül megcsinálni. Faszomat. Tök jó indul amúgy eddig. Ma most látom, hogy ez is megint egy szuper sikeres rész lesz, mint a legutolsó volt. Megint itt beesett volna az ülés alá. Sokak vagyok. Hát nem, most tényleg nincs itt sem. Mondjuk amit tehetek, meglássuk. Mindjárt megmondom én azt pontosan, hogy hol van. Elméletileg itt van a házunk mögött. Hogy miért van itt a házunk mögött? Hogy került ide? És itt van-e tényleg egyáltalán? Itt valahol elvileg... Vagy beesett volna a paláz megint? Vagy hogy van ez most ez? Bent van a házba, az is lehet amúgy. De milyen faszé lenne benne a házba? A fasz nem a házunk mögött, a házunk előtt van, csak én vagyok hülye amúgy teljesen. És még hozzá... Mi ez a nagy oszlop keci amúgy? Ezt nem tudom, ezt eddig is itt volt, és nem láttam, hogy milyen kecim az egyáltalán. Jó, mindegy, még nem mint annyira sokat számítana. Szóval elvileg itt kéne legyen a szacumába. A set. Itt van, hogy rohadna meg! Azt a kurveget, hogy átesett az ülésen, biztos az ülésen volt hagyva. Geci, nem tudom most ezzel mennyi idő ment el, de amúgy agyfasz. Akkor most már nem szeretnék több időt elhúzni ezzel. Röffentsük be.
kicsit megmelegítjük a dolgokat. Addig be lehet kapcsolni a biztonságjövet. Kicsit feltúlbúztam amúgy a zene, a rádió zenelistáit. Nem is tudom, hogy mik vannak benne. Oké, szerintem fasza mehetünk. Na, jónak tűnik minden. No, és akkor az irány a szerelőhöz. Valami történt itt, átmentünk a izén sörökön. Majdnem nagyon szomorú lett. De egészen jól megúsztuk amúgy. Szerintem a kocsinak nem lett semmi baja. Legalábbis nem úgy tűnt, mint hogyha bármi baj lenne. Aztán lehet, hogy csak nem láttam, hogy mi baj lett. Engem kérdeztek amúgy a fékshez igazi ebben az autóban. A kurva anyádat! Menj el, menj innen a faszomba, még mert itt valami komolyabb bajt okozol. Rád füstő, nem látok semmit. Hát le kéne maradni róla. Hogy rohadnál meg? Mi a fasz van most? Mi a fasz van most? Mindenkinek útba kell lennie direkt. Megérkeztünk. És akkor nekiálltunk a nagy munkálatoknak. Nem igazán esik jó mondjuk, de mindegy. Első lépés. Hogy nem is tudom, hogy mi ezzel szenvedek. A kurva anyádat akkor bazd meg. Én itt van a jószer számos készlet. Hanyas kell nekünk? Ja, a kettes hülye, 8-as kell, vagy 7-es, vagy 10-es. Nézzük meg a 10-essel. Én azt mondom. És lehet, hogy nem 10-es kell hozzá, de a faszomat. 11-es, mondjuk azért nem voltam olyan messze tőle. Így jobban átgondolva amúgy a faszomat be is állhatok ide még, amíg úgy sezettünk ki semmit. Addig a legjobb. Szépen. Jó van ez így. Nem akartam ráállni erre a szarra normálisan, amúgy se. Ja, jó van ez így. Mondjuk nem nincs jó faszomat, megigazítom. No. És akkor... ja igen. Erre is maná kell egyet pergetni, mert ilyen az élet, ugye? Sört azt hoztam magammal, remélem. Persze, hogy hoztam, ott van a hátsó ülésen, innen látom. No. Szóval... tegyél ide kikészítünk, mert itt leszünk egy darabig úgyis. Azt remélem, hogy ennyi sörem úgy elég lesz, mert ezt megnézettem volna előtt, hogy mennyi sörem van. Mindegy, ennyi lesz, az kész, ha nem lesz elég, akkor beszoktuk a faszt. Nem kell ezen nagy filozófiákat énekelni, meg ilyenek. Na, 11-es, hol vagy? 11. De nem ez. Másikat is kiszedjük.
Jó, akkor nem esik ki, csak akkor, hogyha mindet kiszedjük, jó? Sőt, ami még jobb, még most se esett ki. Hopp! De most már kiesett, amíg elfordultam, bazd meg. 8-as, hogy kivegyük az akkumulátort. Amúgy ez kecigán, hogy oldottam meg. Hogy egy baj van azzal csak, hogy most itt vagyunk, hogy itt nincsen akkumulátor töltő. Szóval azt nem tudjuk tölteni. Na. Old Rusko starter, ez nem kell ide. Ki tudom eszedni úgy innen a motrot, hogy... hogy ne okozzak magamnak több kárt. Ki? Nagyszerű. Mert ez sajnos az egészet szét kell darabolni. Igen, látom, hogy most kiestek a half-shaftek. De most oké is, hogy kiestek a half-shaftek, csak a múltkor nem volt oké is, hogy mi a faszé estek ki a half-shaftek, amikor nem nyúltam hozzá. Mindegy. Megnyitjuk a jegyzeteket. Azt mondja akkor, hogy feltételezve, hogy én ezt a múltkor jól csináltam. Nem, nincs itt valami cucc, amire fel lehet paszni a motrot. Ilyen akasztósgenyó, mint ami otthon is van. Nem tudom, szerintem nincs. Mindegy. Kezdjük el, ne húzzuk az időt. Első lépésbe lekezdhet nézik, de szerintem 7-es. Csavar. De jó, hogy azt írja, hogy 108. Amikor tudom, hogy nem 108. Ugye veled kell kezdeni. Akkor ez... ettől megszabadultunk. Ah, itt vagyunk megint csak. Ja, ez csavarhúzó. Vagy várjál? Csavarhúzóval kell, ugye? Csavarhúzóval kell kiszedni. A fuel pump is megvan halva. Ha jól emlékszem. Szóval mondja, mit kell nekünk cserélni? Fuel pumpet, a crankshaftet, meg a pisztolokat. És akkor, hoppá. Akkor szerintem itt ki kell csavarni. És ez le is jön. Ez a distributor, nem is a fuel pump. Na jó lenne, hogyha tudnám, hogy mit csinálok amúgy. Akkor ezt leszettem tök fölöslegesen. Azért is lehetett valamit forgatni, nem? Aha. Mindig valahogy így kellett lennie. Aztán nem, akkor rábaszunk erre is. De legalábbis úgy emlékszek, size 7, még egy 7-es. Ezt nézzem, nem lehet ezt valahogy megpörgetni. Úgyhogy egybe leszedjük ezt a dolgot. És ez így lejön egybe. Ez a legjobb. A head gasket tessük, le kell pattintani, azzal nem volt gond, ugye? Head gasket, nem, az majdnem, hogy teljesen jó. Jó. Pisztolyokat így még nem lehet kipattintani, ha jól emlékszem. Igen, azt még nem. Mi volt a következő? Gearbox, az meg az alján van. Várj. Hogy kettesz? Jaj! Na most mi? Ahaj, ne szopass már! Kurva istenit! Szóval, Gearbox. Azt akartam mondani, mielőtt történt az előző baleset, hogy most az olajat is ki fogjuk engedni szerintem, vagy nem biztos, hogy ez ki kell. Mindjárt kiderül, de egyébként biztonság esetére van nálam olaj szerencsére, mert én úgy veszem észre, hogy a múltkor is gondoltam erre, hogy ezt majd gearboxot lehet majd csak pittani, vagy mi kell valamit rajta. Mondom, a másik oldalt is lehet akkor neki. Hol van még ez csavar? 3 itt, 3 a túloldalon, 2 itt. Biztos, hogy ezt ilyen soron be kell szétszedni, mert a hülyeséget írtam fel, amit akarom fogadni, mert... hú, bazd meg. Úgyhogy felírtam magamnak, hogy hogy kell, azt nem is tudom, hogy kell. Szedtem én ezt szét legutóbb. Várjál. Én nem is jó, nem is a gearboxot csavargattam én, hanem az olaj faszomat. Hol vannak a gearboxnak a csavarjai?
Ha ezek lennének itt, amik itt oldalt vannak, talán az hülyeség. Legalábbis nem lehet mindaz. Módozom, van egy 5x10-es cső. Van rajta egy 1x10-es csavar is valahol. Mindegy, a startert amúgy is le kellett volna szedni, csak még nem most. Hol van a 10-es csavar olyan? Size 7. Az előbb, amikor nem kellett volna, akkor megtaláltam. Most nem találom. Hol van? Visszafordítom. Volt még itt egy másik csavar, semmit lehet ezt a tízesre csavarni. De nem, mert ennek kell annak lennie, ezt megy oda, igen. Ja, ezt nem csavartam még ki, akkor hetes, vagy ez nem is csavar? Á, fasz tudja már. Jó, sikerült, oké. Nagyszerű. Következő az oil pen. És most kifolyt belőle az olaj? Aha. Jó, nagyszerű. Na és ezt kell nekünk lecserélni majd. Hatos csavar. Nem tudom, hogy ezt most nem tudom eszedni már. Szerintem még nem, de... Ami azt illeti, egy próbát megér. Hatos. Ja, nem, ez 9-es. Ah, mi a fasz volt a hatos? Áj, de én meg hülye el is hiszem, hogy hatos. 9-es. Nem ez jönne a sorba amúgy elvileg, hanem a... hanem valami más, a main, ja, de a main bearingek, ja, így csináltam eredetileg is. Ezek így, né? De jó, hiszem, ma ezért is le kell szedni róla kuplungot, szóval, ja. De ezt mindenképpen, tehát ezeket mindenképpen ki kell szedni, mert a main bearingeket le kell szedni. Következő, clutch cover faszom. Ez itt. Nem tudom, hogy mi tartja ide. Fordítsunk rajtad megint egyet. Mert ezt is sajnos le kell szedni. Hozzá. Ezt nem tudom, hogy hány csavar fogja, de szerintem 6. Engine plate-et. 7-es nyilván, nehogy ez is 6-os legyen. Nehogy egyszerűbb legyen a dolga az embernek. Miért én messze csinálom már az észerszalmoktól a szem? Tudom, ne is kérdezze senki. Nem tudom, ezt így egybe le lehet-e szedni, hogy az alternator cuccot is szét kell rajta kapni. Nem úgy néz ki, mintha le lehetne. De szerintem az alternator cuccot is szét kell kapni. Az megint csavarhúzó kell, ugye? Nem emlékszek rosszul. Hova tetted? Ott van, jó. Most már ez is legyen róla, igen. Még milyen csavar tartja, még ez tartja, meg még ez is tartja. Ez is lejött, ez a water pump, igen. És... kell egy 11-es, ha jól emlékszek. És ez az utolsó dolog, amit le kell szedni, mert itt a crankshaftet tudom baszni, nem? Gondoltam én, hogy igen, ja nem a timing cover. Ne felejtsd el, hülye. Ezt még nem tudom még leszedni róla. Ezt mi fogja? Még? Chain? És ezt nem tudom, azt is ki kell operálni. Vajonnak már nincs hozzá köze. Camshaft gear. Én azt is felírtam, de nem tudom, hogy tényleg le kell leszedni. Logikailag én úgy látom, hogy már nem tartja semmi. Akkor 10-essel leszedjük azt is, nem érdekel, nem tudom, hogy ez mi. Az a baj, ugye igen, ezt gondoltam, úgy ez gond lesz, hogy felírtam én ugye, hogy mit kell leszedni, de hát ugye a faszomom úgy, hogy név alapján melyik milyen alkatrész, amit ki nem írja játék. Igen, az a camshaft faszomja. Camshaftet ki kell húzni belőle, vagy nem kell kihúzni belőle, ki kell húzni belőle a camshaftet is. 5-ös, 2 5-ös, az ki, nem is emlékszek rá, hogy használtam 5-ös vizét, összerakás akkor ennek a motornak. Ezek szerint igen, mert különben nem az kéne hozzá.
Így is, akkor most már elvileg minden lemont van, aminek rend kell lennie. Nem, valami még nincs meg. Nem írtam fel, timing chain, timing cover megvan, a camshaft gear, a camshaft megvan. Hogy pisztonokat kell most kiszedni? Előbb. Nem, mert én úgy emlékszem, hogy pisztonokat csak akkor lehet kiszedni, ha az nincs benne egyáltalán. Mi tartja még ezt itt? Ja, ezeket is ki kell csavarni, te fogyaték! Ja, Istenem! Hát magammal baszok ki akkor. És már rég leszerettem volna, mi? Camshaftet ki se kellett volna szedni. Szerintem. De tök mindegy, kiszedtem, már ki van szedve, az kész. Nem érdekes. Jelen mostom kiszedni a pisztonokat. Vagy nem. De. Csak valami nem. Engedi csak úgy, hogyha megfogom a blokkot. Ah, meg vagyunk. Ezt kell cserélni meg a pisztonokat amúgy, hogy néztem amúgy. Elég feltűnően feketék is voltak, szóval, ja. No. Crankshaft. Még fuel pumpot kéne venni, de... Fuel pumpot mennyibe kerül ez? 2000, oké, okay, ez még belefér. Csak a fuel pumpot azt nem tudom, hogy... fuel pumpot nem tudom, hogy melyik alkatrész. Menj majd innen. Ja, ez... Make sense. Csak ezt... Vagy tudom leszedni, nem? Ezt le lehet egyáltalán szedni. Fordulj már vissza. Maradj így. Nagyon jó, hogy bülést tudom kapni. Szuper. Fuel pump. Te belőled kell új. És van fuel pump. Szuper. Na, akkor veled kezdjük. Mert te mész be legelőször a motorba. És első lépésbe. Rajtad nem kell semmit csavargatni még, hanem be kell rakni a pisztonokat, és majd utána kell csavargatni téged. Előbb már kiadtad a pipát. Most ez mi volt? Ha? Te mi? Ja. Hülye fogyaték. A bearingéket rá kell rakni előbb, jaj. Elméletileg el fog majd egyszer jönni ez az idő. Ezt még nem tudom, hogy kell átalítani. Jele. Nem volt nehéz. Ebből az újat raktam bele, ugye nem a régit raktam vissza. Nagy faszt is kapok, hogyha igen. Jó, nem vagyok annyira hülye. Még éppen. A másik az el is tűnik ilyenkor, amikor újat veszek. Mondjuk ennek valahogy van értelme. Noppá. És akkor most 7-es kell, ugye? Igen, size 8. Oké. Okay. Akkor felrakjuk a fuel pumpot is, mert ezt most fel lehet csapni. És ez meg hanyas kellett? 7-es ez is, nagyon jó. Ezt akartam én tudni, látni, hallani, érteni. Jó, camshaft. Te veled emlékszel, hogy gondok voltak meg először is berakásügyileg, mert kurva nehéz volt megtalálni azt a szöget, amiből beleengedte rakni. Ezt amúgy ezért basz fel amúgy, mert ezt ki se kellett volna szedni. Tényleg talált, hogy azelőtt kellett volna berakni ezt, mielőtt ezeket beraktam. Na, akkor tényleg egy fasz kapok, meg idegérgörcsöt. Pontosan itt kéne neked lenni. Miért csinálod ezt fel? Hát hova lettél? Kurva anyád. Miért csinálod ezt velem? Jó. Disszívültől vissza. Jó. Majd nem tudom, hogy anyas csavar kell, se tudom, mit rakok fel legközelebb. A camshaft gear-t kéne. Ez jobb lenne kicsit magasabbra, hogy lássam is, hogy mit csinálok.
Hogy rohadná el? Azt, hogy legutóbb is ezt a földön állítottam be, de nem is volt jó elsőre, jól emlékszem, ezt túl is kellett állítani. Mindig most innen állítjuk be, biztos jó legyen. A két gecinek kell találkoznia, elvileg így. A waterpumpot fel kéne rakni előbb is, akkor aztán kéne ezért többit fasságot csinálni. Hova megy a waterpump, mondjuk azt jó tudni. Csak én nem tudom. Jó, akkor elvileg ezt úgy kell. Hol vagyok már? Hogy... aki van lazulva, még most teljesen el kell húzni addig, amíg el lehet. Akkor egy, kettő, elvileg ennyi. És remélhetőleg ez nem lett elbaszva, oké. Azután vissza kell rakni az oil pent. Hát az az én problémám azzal, hogy eddig ez viszonylag egyszerűen megy, amúgy jó voltak fennakadások, de viszonylag könnyűnek tűnik most az újraépítés. Kész, így nézve is meg vagyunk. És akkor... akkor most jól is állunk. Nem tudom, itt remélem, hogy a fények azok égve maradnak. De nem, hetes kell hozzá. Ötös kell hozzá. Vagy nem azt vettem fel megint, jaj. Ez amúgy az átka ennek a játéknak, hogy nem figyel oda. Akkor mégis hetes kell. De szerintem meghúztuk. Ha nem, akkor meg rá lesz baszol, most nem tudom, ezt nem fogom szétszedni azért most. Mert ezt rakom még egyszer, össze kell rakom még egyszer. Még higgyük azt, hogy minden rendben van, az kész. Ja, a startet is fel kell rakni, igen. Hát kurva, remélem, hogy nem basztam el amúgy semmit. Bár nem, meg gearboxom, még van egy 10-es sor is. Látod? Azért a memória még ott van, az még él. És akkor te adjon ez, ami szerintem megint csak 7-es. Így van. Megnézzük, hogy olajat kell-e bele tölteni. Szerintem kell, mert úgy tűnt, mintha nem lenne benne. Bizony, ki is fogyott belőle. Akkor gyorsan feltöltjük olajjal. De várj, ezeket vissza kéne baszni. Remélem nem kell hozzáveszedni a kerekeket, mert akkor megint nagy fasz lesz belőle. Ugye a múlt körökből nem volt probléma, mert várjál, nem kell az egészet, szerintem csak a közepsőt elég kisavarni, most hogy jobban belegondolok. A múlt kör ezzel azért nem volt probléma, mert akkor igaz, hogy igazítani kellett rajta, akkor nem volt kiesve. Én most be tudom tenni. Hopp. Igen. Ez azt hiszem ez is 13-as sor kell, nem 9-es. Nézd a másik. De geci, miért még ilyen lassan ez a fos karakter? Várjál, most bele se ment, de belement. Ez már a másik oldalról való. Itt is akkor visszadjuk a középső csavart. A másikban így már jó volt, beléd miért nem jó? Na, ezzel kell amúgy a legtöbbet szopni, a fasságokkal. A potót, a pipa. Ez a legérgesítőbb dolog amúgy. Na, megint meghalt a kamera, most nem érdekel, ezt berakom előbb. Utána megnézem, hogy mi baj van. Feltéve, hogy bebírom ezt rakni egyáltalán. Na vér. Na akkor 9-es, de előbb megnézzük, hogy mi van. Oké, kamera visszatért, M7-es kell, nem 9-es. Másikat is megsúzzuk. Amúgy nem sok fény van itt. Végül most, hogy már teljesen besötétedett. Már látom, hogy nem igazán fénylik a dolog. Közben rájöttem, hogy ez így nem lesz jó. Hátrébb toljuk az autót. Remélhetőleg ki tudom tolni.
Eletbe van húzva a kézifék. Hát nem is baj, mert legalább izé. Legalább nem gurul el az a pamfaszába. Azonnal. Ide kell rakni, igen, és akkor erre elvileg rá lehet baszni a matrot, és akkor nem lesz probléma. Hoppá. Ah! Nyilvánvalóan miért menne egyszerűen a dolog. Az a baj, ennek nem nagyon mutat pipát amúgy, tehát hogy nem tudom, hogy mikor vagyunk jó olyan és mikor nem. Így nagyjából jó. De boruljál már fel, bazd meg. Jó lenne, csak miért borul fel, nem tudom. Nem értem, hogy miért borul fel. Megjelent a csavar. Igen, hetes. A fast hetes, nem... Nem hetes, az nem jelent meg a csavar. Szájszten, az jónak hangzik, de nem látom, hogy hol vagyok. Hol kéne ennek a csavarnak lennie? A jó, mikor vannak ezek a taktikák. Neked megnézem más embert, hogy hogy csinálja, és neki kurva jól működik, neked meg kurva nem. De ennél nincs is jobb érzés a világon. Jó, hát ez nyilván hazugság, mert hogy ne lenne. Jobb érzés ennél. Így, hogy ne dobjak rajta nagyot. Így. Haj, közelében nincs amúgy a helynek, ahol lennie kell. Most majdnem. Nem igen jelent meg, de megjelent. 11-es, nem 10-es, jó van akkor. 11-es akkor, na. Viszont ami jó ebben, hogy egyből beugrik a helyére ilyenkor, és nem kell vele többet szopni. Na mindegy, a lényeg az, hogy még ha nem is egyből, de sikerült. Ezt miért nem engedi most becsavarni? Fasz, ki van amúgy? Igen, a stresszem már nekem is kurva magas, nem vagy egyedül. Azt se engedi becsavarni. Kiveszem a sörös gecit. Aha, oké. Akkor a sörös faszás volt az átnak az áthallása. Miért beszélsz, ahogy kérdezni, én sem tudom. Jó, na akkor most már csak a betörít kell berakni. Igazság szerint nem kéne, hogy ez is meghaljon. Vagy meghalva legyen, mert igazából csak egy nap telt el. Szerencsére nem tartott ennél tovább, mondjuk ez elég sokáig tartott. Elég késő is van. Ha hiányzik a starter kékéből mi? Vagy ne hiányozna. Front lights connectorhoz kell hozzá kötni. Nem hiszem én. Mit ez? Hátul itt kéne valamihez hozzá kötni, nem? Azt se tudom, hogy mit kötök, mi ez amúgy. Nem emlékszek rá, bassza meg! Remek, aludjál el, basz meg. A faszomat. Szóval, már annyira idegesítő, hogy nem fogom visszarakni a csülést egyelőre. Mert nem tudom, hogy most mit kell konnektelni és hova. Ha ez a negatív, akkor ezt itt kéne a ground connectorhoz rakni, vagy hova, csak az a baj,
hogy azt kurva nem találom sehol el. Mi van ide esve a földre ugyan? Drive gear. Most az mit keres itt? Hogy került ide? Hogy esett le erről szarról? Legutóbb, mikor benéztem az autón, ami nem volt itt. Geci, nem értem, nem értem, nem. Nem értem meg. Miért esett ez le a faszomat? No. A téma legközelebbre maradt most egyelőre, ebből ennyi elég volt. Adiós. Még lehet, hogy lesz folytatva, az ki tudja.